Sziasztok, Zákonyi Zálma vagyok. Abban a szerencsés helyzetben vagyok ma, hogy egy nagyon kedves barátnőmet konferálhatom fel, ő Ági, és rendkívül érdekes a témája, ez a testbeszéd. Ágiról még azt el szeretném mondani, hogy előadóként én őt olyan jónak találom, hogy szeretnék egyszer olyan színvonalra jutni, amilyenen ő most van. A testbeszéd egy olyan óriási témáról van szó, hogy Ági úgy jellemezte, hogy ez olyan, mint egy torta, és ő most csak egy picike ízelítőt, egy kis cukorszórást tud ebből nekünk mutatni, és utána mindenki a saját ízlése szerint tovább tud majd menni. Kine szeretné tudni azt, hogy mit gondol a beszélgető társa? Mindenkiben felmerül, hogy mi van mögötte, komolyan gondolja-e, vagy hogyha nem mond semmit, akkor mit gondol? És erre egy remek eszköz, hogy megértsük, hogy mi van a szavak mögött, a testbeszédnek az ismerete. A testünk állandóan beszél, akarva akaratlan. Beszél a testtartásunk, a fejtartásunk, a kéztartásunk, a szemtartásunk, mindenféle tartásunk beszél, anélkül, hogy akarnánk. A testbeszéd ismerete egyaránt fontos az üzleti életben és a magánéletben is. Például, saját példát hozzak, hogyha én ismertem volna a testbeszédet annó gimis koromban, amikor éveken át szerelmes voltam egy fiúba, aki rám se hederített, és a legkisebb jelét sem mutatta annak, hogy érdeklődne irántam, akkor lehet, hogy új reménybeli kapcsolat után néztem volna. Visszatérve az üzleti életre, ezt még mindenképpen el szeretném mondani nektek, hogy amikor a felkonferáláson gondolkodtam, akkor eszembe jutott az, hogy mennyire másként viselkedünk az üzleti életben, hogy mennyivel inkább játszunk szerepeket, és hogy ott ezért van talán nagyobb jelentősége ennek a testbeszéd ismeretének, viszont a magánéletben rájöttem arra, hogy ez egy ilyen önismereti eszköz is lehet a testbeszédben, és sokszor saját magunk sem vagyunk tisztában azzal, hogy mit is érzünk igazán. Az egyik testbeszédről szóló könyvben ez áll az első oldalon. Ajánlják azoknak, akiknek jó a szemük, és mégsem látnak, és hogy hallgassátok nagy figyelemmel Ágit, és okosodjatok. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kedves felkonferálást Zelmának. Igen, ez egy akkora hatalmas téma, hogy 7 percben csak érdeklődésfelkeltést tudok nektek adni, és a kis cukorszórást ezen a tortán. Kezdjük egyből azzal, ami Zelmára nézve eszembe jutott, hogy nemrég egy remek előadást tartott nekünk a jövő iskolájáról. Nagyon szeretném, hogyha a diákok a jövő iskolájában olyan testtartást és kéztartást használnak, ami a javukra szolgálna, a felfelé nyitott tenyér és a nem maguk elé zárt kezek, hanem maguk előtt vagy mellett helyezkedő tenyerek, kezek nagyon hasznosak lennének. Sajnos jelen helyzetben a jó kislányok, jó kisfiúk ezzel az üléssel kell, hogy ma az iskolában üljenek. A rosszabb gyerekek, rosszabbnak mondott gyerekeknek pedig kötelező hátul összekulcsolni a kezüket, ők még mindig jobban járnak, mert sokkal jobban tudnak kifelé fordulni, az információt befogadni, mint hogyha befelé fordulnának és bezárnának. Sokat gondolkodtam, és akkor itt bele is vágtam a gondolkodás egyik jelképébe, ugye, hogy itt az ember az állához teszi a kezét. Tehát sokat gondolkodtam, hogy mely témákat csipegessem nektek össze, és egy olyan információhalmaz fogok nektek most átadni, amiből remélem, hogy hasznot fogtok húzni a következő időszakban. Ha az előadó gyorsan dörzsöli a tenyerét, akkor a közönségnek szeretne egy értéket átadni, hogyha viszont lassan dörzsöli a kezét, akkor a saját hasznát szeretné ebből kihozni. Azért fontosnak tartom, hogy most a gyakorlattal kezdjük, nehogy túl sokat beszéljek, és ne jusson a végén idő arra, amit a legfontosabb gyakorlatnak tartok. Hogyha állásinterjúra mentek, vagy olyan helyre, ahol szerepelnetekkel, és nagyon fontos, hogy mutassátok a magabiztosságotokat, akkor a szereplés előtt 2 percben, légy szíves a mellékhelységben elvonulva a hatalmi jelképeket légy szíves alkalmazzátok, nagyon fontos, és ezeket be is fogom mutatni.
Ugye az állatvilágból látjuk, tudjuk, hogy minél nagyobb helyet foglalnak el, annál jobban mutatják, hogy ők a csoportban magasabb szinten állnak. Ezek a jelképek, hogyha kiterjesztjük a kezünket, lábunkat, akkor nagyon érdekes, hogy megemelik a tesztoszteron szintünket, 2 perc is elég ehhez, és a kortizol szintünket, ami a stressz hormon, azt meg lecsökkenti. Direkt mutatom ezeket a pozíciókat, és akkor közben én is hat rám a testbeszéd. Ez nagyon fontos abban az aspektívában is, hogy a tudatalattink hat a testbeszédünkre. De fordítva is, nem tudom, ezt mennyire tudtátok, hogy a testbeszédünk, akár a tudatosan irányított testbeszédünk is hat a szervezetünkben véghez menő hormontermelésekhez és a tudat alattinkra is. Gondolkodtam, hogy még miről beszéljek nektek, és ez legyen a szexualitás, ha már úgyis feljött ez ma. Nagyon fontos, hogy ha figyeljük a többi embert, és egy olyan szituációban vesszük észre férfiak nőkön, nők meg saját magukon egy szimpatikus, magas fiatalemberrel szemben, hogy mutogatják a csuklójukat, akkor ez jelzés arra, hogy igen, igen, érdeklődik a másik nem adott személye iránt a hölgy. Országonként változó, hogy kultúránként is, hogy mi az elfogadott, mi a kevésbé elfogadott. Minden olyan szakmának, ahol nem lehet hallani a másiknak a hangját, konkrétan leírt szabályok vannak. Ugye ez a kéztartás is a konkrét, kőbevésett szabályokat jelzi. Ilyenek például a rendőr forgalom irányítása, ezt ugye meg kell tanulnunk a KRESZ tanfolyamon, illetve a repülőgép irányítók is egy olyan munkát végeznek, ahol nem tudnak kommunikálni. Annyira képzett társasággal van dolgom, hogy bele is vágtam a közepébe, mert már a részleteket csak most megemlítek, hogy a kommunikációnknak a verbális információ felvétele az csak 7%, 38 a hanglejtés, és 55 a testbeszéd. Hogyha figyeljük másokat, magunkat, olyan saját tapasztalatokra tehetünk szert, ami sokszor még hatásosabb is, mint a könyvekben leírt. Nem teljesen egyértelmű a színészek képzésében, hogy melyik a jobb, hogyha átéli, és amit átélt korábban, azt az emléket hozza elő magából, vagy pedig inkább eljátsza, ezen még vitatkoznak a szakmabeliek. Mondták Imre, nem tudom mennyire ismerős nektek, az egyik hatalmas magyar személyiség, aki ezt a témát tanította is a diákoknak a 70-es, 80-as években, és mellette filozófus is volt. Azért hoztam egy magyar nevet, hogy magyarként azért főleg tanuljunk ezekből. A könyvének az a címe, hogy Mondjam vagy mutassam. Térjünk vissza még egy kicsit arra, hogy a különböző népeknél mit lehet, mit nem lehet. Az angoloknál például, és akkor még visszatérünk a párkapcsolatra, nem fog soha szemezni velünk egy fiatalember, hogyha tetszik nekünk, meg mi is neki, mert illetlenségnek tartják a nyilvános bámulást. A görög Adoniszok érdekes, hogy nem csak akkor mosolyognak, hogyha jókedvűek és vidámak, hanem dühösen, mérgesen is. Úgyhogy azért ne vegyük ezt mindig egy pozitív dolognak. Az olaszok nagyon szeretik a fizikai érintést, és minden alkalmat megragadnak, hogy ölelgethessék a másik embert. Indiában nagyon fontos, hogy ne nyújtsunk kezet, mert az ott illetlenségnek számít. Hogyha viszont elkezdünk integetni, akkor oda fog jönni, mert náluk azt jelenti, hogy gyere ide. Hogy másképp értelmezünk kézjeleket, ez benne van a pakliban, érdemes utazás előtt ezeket megnézegetni. Ugye a bulgároknál fordítva van az igen, meg a nem. Most jól mutattam, örülök neki. Hogy ez honnan jön a nem, meg az igen?
A normális ugye, mutatás, ez az igen és a nem. Hiába nem mondanánk egy gyereknek, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, én is elhatároztam, nem működik, mert a szoptatásnál az az első, amit megtanul, hogyha jól lakott, hogy elfordítja a fejét. Ez az első, amit így megtanul, hogy nem. Hiába nem mutatjuk nekik szülőként. Egy utolsó kis morzsácska, a férjem búvárkodott, barátjával a tengerben lent voltak, kérdezte a barátja, hogy minden rendben, mire a férjem mutatta, hogy igen. Föl kellett menniük, kérdezte, mi a gond? Hát azt mutattad, hogy gyere fel, hogy figyeljünk ezekre. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Köszönjük szépen Ágyinak, nagyon remek volt. Azt gondolom, hogy mind azért vagyunk itt, hogy fejlődjön a kommunikációnk, és a testbeszéd szerintem ennek mindenképpen részét képezi. Hogyha ezt valaki nem ismeri, akkor félkarú óriás bármilyen jó beszédet tud tartani, mert a kommunikáció túlmutat a beszéden. Nagyon köszönjük, nagyon jó volt. Remélem, hogy felkeltette legalább annyira az érdeklődéseteket, hogy bemegyetek egy könyvesboltba, és átnézzétek a széles könyvtárat, mert most már nagyon sok könyv jelent meg ebben a témában, és használjátok főleg ezeket a hatalmi jelképeket. Magabiztosságot szerezzetek. Köszönjük Ági neked is.